A békésen legelésző kecskék és gazdájuk már megszokott látvány a környéken. Az idegenek számára viszont sokszor meglepő, hogy a még gimnazista fiatalember gyakorlatilag komplett gazdaságot vezet édesanyja házában. Tibor minden nyarát és hétvégéjét a nagymamájánál töltötte, majd 10 évesen a locsoló pénzéből vette az első kecskéket. Ők már nincsenek meg, de most újra minden feltétel adott volt, hogy új kecskék érkezzenek a portára. Érkeztek is, egyre többen. Most a fél évi bizonyítványomért kaptam egy kis zseppénzt, és akkor abból vettem meg az első 2 kecskét, azok itt ellettek meg nálam, és utána bővültünk, mert úgy voltam vele, hogy ha már van 2, akkor utána többnek is van hely, ha meg már van 10, akkor még miért ne jöhetne hozzá 3 vagy 4, és most itt tartunk, hogy 13 darab van. Az állatok szeretetteli gondozása pedig nem csak látható, de érezhető is, hiszen a kecsketejet fel is használják. Sajtok, joghurtok készülnek a konyhában. Folyamatosan új ízek jelennek meg a tányéron, és ez a családnak, barátoknak kínált szenvedély úgy tűnik, meg is alapozta a fiatal gimnazista jövőjét. Majd sajt készítő üzemet szeretnénk, vagyis hát konyhát ide hozzánk, és mivel nagyon sok pénzbe kerül, mert rengetegféle engedély kell, a felszerelések, minden, ezért szépen lassan, de haladgatunk valamennyire. Kaptunk ígéretet pénzügyi felajánlásokról, hogy szeretnének támogatni minket anyagilag. Csak annyit kérnek, hogy tanuljak ugyanúgy, mint eddig, mert igazából a tanulmányi átlagommal meg eredményeimmel nincsen baj. Azt szeretnék ugyanis, hogy a számos betegség megelőzésére is kiváló kecskesajt, vagy éppen tej, joghurt minél több emberhez eljuthatna majd. S ha a kecske nem lenne elég, holland törpetyúk tenyésztő is, gyüntyúk is egyre több van a portán, na meg a nyulak sem maradhatnak ki az állományból. S ha éppen annak van szezonja, krizantémot termeszt. Tibor életéről még többet is megtudhatnak majd hétfői háttérmagazinunkban.